A Szolnoki Kalandpark üzemeltetője 2024. július 15-én írásban tett feljelentést a rendőrségen, miután kamerafelvételek ellenőrzése során tudomásukra jutott, hogy ott egy férfi bántalmazott egy gyermeket. A szolnoki rendőrkapitányság nyomozást rendelt el, és július 29-én kiskorú veszélyeztetése büntet miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Tibort. Hát ide jár a gyerekekkel, ide járt a karatét is tanítani a kisgyerekekkel. Meg hát egyszerűen nem láttuk minki őtet ilyennek, szosze, hogy most ez mi történhetett, hogy ennyire, meg hát a gyerekek is szerették. Hát mostan, hát fölháborító. Bocsánatot kér, de azzal nincs megoldva. Mert annyian bocsánatot kérünk, de attól ezt a helyzetet ő neki kezelni kellett volna. Nem lett volna szabad. Rögtön. Akkor büntesse meg, nem úgy, hogy bántsa, hanem úgy, hogy leülteti, vagy ha nem engedi, mit tudom én, valamit csinálni, de ne odáig, hogy üsse. A gyanúsított a cselekmény elkövetését elismerte. A nyomozó hatóság a gyanúsított szabadlábon hagyása mellett szakértők bevonásával továbbra is vizsgálja az eset összes körülményét.